Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésünkön. Külön köszöntjük Balla Mihály országgyűlési képviselő urat, az egyházak képviselőjét, Lackó Mihály atyát és Gottfried Rihárt tiszteletes urat. Ünnepségünk elején hallgassuk meg közösen a himnuszt. Ünnepségünk kezdetén a Szent Györgyi István Általános Iskola tanulóinak előadásában egy verset fogunk hallani, név szerint Dudoli Szilveszter, Csősz Zoárd és Kis Varga Csanád előadásában. Buda Ferenc, Pesten esik a hó. Pesten esik a hó, keringve kavarogva, a Dunán a habokra, lelkük vesztett romokra, kivert ablakszemekre, kék szájú emberekre. Cseperrés a gyárra, a moccanatlan várra, tépet szélű sebeken, dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Hordja a szél a földön, viszi a szél az égen, Pesten esik a hó, nyílt sebre, friss kötésnek, Pest talpik hófehérben. Köszönjük szépen! A folytatásban pedig Székely József polgármester úr ünnepi szavait hallgassuk meg. Két levél közötti történésekről szeretnék beszélni. Mindenki volt történelem órán, mindenki felelt már történelemből, izzadó tenyerekkel, ruháját markolászva, küszködve, hogy végre eszébe jusson a bemagolt szám. Azért kérek eleve elnézést az itt megjelentektől, akiket innen is szívből köszöntök. Nos, azért kérek elnézést, mert a mostani, rögtönzött történelem órán sok számot fogok mondani. Nem kell megjegyezni egyet sem, mert a számok nem önmagukban érdekesek. A mögöttes történeteket érdemes jól megjegyezni, egy életre megtanulni, hogy többé ne telhessenek fel ilyen számok mögöttes tartalommal. 1956. március 15-én történelmi dátumon kelt a levél, amelyet a posta Mansfeldékhez vitt,
ez állt rajta. Idézem. Munkaerő tartalékok hivatala, egyes számú Rákosi Mátyás ipartanuló intézete, értesítés. Kedves szülők, ezennel értesítjük Önöket, hogy fiúk, Mansfeld Péter, a szakma legjobb ipari tanulója címért folyó verseny intézeti döntőjében második helyezést ért el. Kérjük a kedves szülőket, serkentsék további jó munkára gyermeküket, hogy jól képzett szakmunkássá váljon. Eltársi üdvözlettel Halász Andor DISZ titkár, Bozsó Pál igazgató, 1956. március 15-én. Idézet bezárva. Rendszer ide, vagy rendszer oda, minden szülő örül és büszke, ha gyermekét dicsérik. Több ok is volt akkoriban az ünneplésre, hiszen Péter 15. születésnapja néhány nappal azelőtt volt. 56. októberében is csak 15 és fél éves. A szénatéri ellenálló csoporthoz csatlakozott, pontosabban először csak csatlakozni próbált, mert a szénatér parancsnoka, a mindenki által ismert, ikonikus arcú, nagybajuszú Szabó János bácsi első alkalommal elzavarta, mert hiszen még gyermek volt. Másodjára legyintettek, maradhatott, és noha nem volt jogosítványa, ő lett a csoport gépkocsis összekötője. Élelmet, sebesülteket, üzenetet és fegyvert szállított a felkelőknek. Volt fegyvere, de a harcokban nem vett részt. November 4-ig volt a szénatéri csoportban. Később négy hasonlókorú gyerekkel együtt alkottak egy olyan csoportot, amely röplapok terjesztését tervezte, meg azt, hogy rendőröktől elvett fegyverekkel segítenek újra éleszteni a forradalmat. Végül egy Pobjeda gépkocsi sikertelen elkötése kapcsán vették őrizetbe. Kevesen voltak, akik a teljes reménytelenségben is szembe mertek szállni a privékjeikkel. Péter kamaszként is ilyen volt. Az ítéleteket akkoriban ötfős bírói tanácsok hozták. Négy ülnök, akiket népbíráknak neveztek, és egy tanácselnök. A népbírói rendszert azért hozták létre, és töltötték fel majdnem 20 000 emberrel, mert a párt szerint a jogászok nem lettek volna képesek a megtorlás levezénylésére. Zömükben 2-3 osztályt végzett, minden jogi képzettséget nélkülöző emberekről volt szó. Egyetlen feltétel volt, hogy a rákosista párterit kipróbált tagjai legyenek. Az akkori igazságügyi minisztérium állásfoglalása szerint, idézem, a népbíró harcosabban, élesebben reagál bizonyos ellenforradalmi jelenségekre, míg a szakbíró olykor hajlamos a bizonyítékok aprólékosabb, gyanakvóbb megítélésére, idézőjel bezárva, és ezt nem tartották kívánatosnak. Akit szakbírónak neveznek egyébként az imént idézetben, azok többnyire egyéves képzésen átesett emberek voltak. A bírói tanácsokat ilyen szakbírók vezették. Mansfeld Péter esetében nem bízták a véletlenre a dolgokat, 4 olyan népbírót ültettek a tanácsba, akik összesítetten 154 alkalommal mondtak ki halálos ítéletet. Ez azért figyelemre méltó, mert összesen mintegy 235 halálos ítéletről tudunk. A tanácsot vezető szakbíróról akkoriban az a keserű vicc járta, hogy ő az egyetlen bíró, akiről hidat neveztek el, Vágó volt a neve. A bírák egyhangú ítéletét 1959. március 21-én hajtották végre az éppen csak 18 éves elítélten.
reggel 9 óra 22 perckor. A kirendelt orvosszakértő 9 óra 35 perckor állapította meg, hogy Mansfeld Péter szíve megszűnt dobogni. Akkoriban naponta akasztottak. A hóhéroknak bőven volt gyakorlata abban, hogy hogyan kell ezt gyorsan és hatékonyan csinálni. Őt, a legfiatalabb kivégzettet, mégis 13 percig hagyták szenvedni népes közönség előtt. Többek között a közeli rendőriskola növendékeiből kiállított szakaszt vezényelték oda, hogy végignézzék a velük majdnem egykorú elítélt kivégzését. Egy életre megtanulhatták, hogyan jár a nép ellensége. Egy utólag szabadult raptársa elmondása alapján Péter azt tervezte utolsó mondatként elmondani, hogy éljen Magyarország, éljen a haza, és szeretlek, édesanyám. Nem jegyezték fel, hogy sikerült-e neki. Néhány nap múltán megint levelet hozott a posta Mansfeldékhez. Halotti bizonyítvány volt benne, és értesítés, hogy mehetnek a ruháiért. Azzal kezdtem, hogy rendhagyó történelem órán vagyunk. De nem lesz feleltetés, pedig volna értelme feleltetésre felszólítani mindenkit. Emlékeztek? Emlékezzünk? Ugye nem felejtjük el, nem felejthetjük el. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen! Balla Mihály képviselő úr szavai következnek. Az ünnep a múltunk által ránk ruházott felelősségvállalása. Az emlékezés kötelesség, az örökösök örök felelőssége, mert a történelem természete ilyen. Örökséget hagy, felelősséget a késői nemzedék vállalára. Ahogy Tamás Járon írja 1956-ról, a kehely, amelyben magyarok vércsepjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel örködjék az emberi létméltósága fölött. Az ünnep tehát nem más, mint a múltunk által ránk ruházott felelősségvállalása. Tisztelt polgármester úr, tisztelt lelki pásztoraink, lelki vezetőink, kedves diós jeleiek, emlékezünk közösség. Az emlékezés felelőssége ma is aktuális, hiszen az elmúlt 30 évben felnőtt egy generáció, akik számára már csak legfeljebb történelem, vagy időnként nyűgös iskolai tananyag a kommunizmus és 1956. Egyrészt örülnünk kell annak, s hálát kell adnunk a Jóistennek, hogy ők már nem tapasztalták meg a kommunizmus és a szocializmus elnyomatását, nem tapasztalták meg saját életükben az idegen szovjet hatalom megszállását. Másrészt nekünk és a tőlünk idősebb korosztályok felelőssége, hogy a ma fiataljai értsék, mit jelentett az a korszak, amikor egy osztályidegen reakciós gondolatért vagy cselekedetért, amit talán el sem követett az illető, akár börtön vagy meghúzhatatás várt bárkire. Mennyi egyéni tragédiáról, mártíromságról hallhattunk, olvashattunk azokban az időkben. És az áldozatokon túl soha nem felejthetjük azokat, akik felelősök voltak a bebörtönzésekért, a kínzatásokért, a koholt vádak alapján kivégzettekért. Meg kell értetnünk az ifja felnövekvő generációkkal, hogy ez nem egy tananyag, hanem nemzetünk sorsfordító, gyötrelmes, tragédiákkal teli korszaka. És hogy megértsék, hogy 1956 hogyan írta be aranybetűkkel a szabadság szót az egyetemes történelem alapjaira.
tisztelt ünneplők! 1956-os forradalmi szabadságharc 64. évfordulójára emlékezünk. Október 23-a az 56-os forradalmi szabadságharc emléknapja, mely nem csak nekünk, de a 20. század világtörténetében számos népközös ünnepe. Ez az a nap az idegen megszállás elleni ősi küzdelemre és a szabadság szeretetére emlékezte. 1956 nélkül Európa nem lehetne a mai szellemi, gazdasági és politikai közösség. 64 éve a kommunista diktatúrában az idegen elnyomás alatt élő magyar nép, a szabadság népe bátran kiállt nemzeti függetlenségéért. 64 évvel ezelőtti eseményeket sokan ismerik. Debreceni Egyetem, szegedi diákok, Műegyetem, Kossuth tér, rádióostroma, Nagy Imre kormánya, szovjet tankok, Korvin köz, Szénatér, utcai harcok, pesti srácok, megtorlás. Tudjuk, hogy a forradalmat követő napokban, 26-án, 27-én, 28-án sorra alakulnak meg vidéken is a helyi forradalmi tanácsok és nemzetőrségek. Munkások, diákok, orvosok, mérnökök, tanárok, földművesek, iparosok, fiatalok, nők, férfiak egyaránt, hétköznapi emberek, akikből világrengető hősök lettek. Az 56-os magyarok Európa legbátrabbjai, a mi hőseink, akik a hazát minden elé helyezték, a személyes áldozatvállalás árán is. Milyen sokan mutatnak önfeláldozásból példát, és mártírsorsból. Nem véletlen, hogy a forradalmat az első perctől kezdve becsmérdő, majd vérbefolytó és sárba tipró hatalom épp ezt a felelősségérzetet vitatta a leghangosabban. Vitatta, amikor megtévesztett és félrevezetett emberekről beszélt a rádió hullámhosszain a forradalom első napjaiban. És azt hazudta, és hazudta is, amikor huligánoknak, vérengző csőcseléknek, éppróbás fasiszta gazembereknek nevezte a szabadságharcban résztvevőket. Mert talán Gerő nem is érthette, mit is jelent a nemzet egysége, a nemzeti összefogás. A mostani 64. évfordulón szeretnénk úgy ünnepelni, ahogy a hősök áldozatok emlékéhez méltó. Tisztelettel, büszkeséggel, szeretettel, de a járványhelyzet miatt eddig szokatlan körülmények között. Védőmaszkot viselve, vigyázva egymásra kell emlékeznünk 56 hőseire és a történelmet alakító tetteikre. És az is a felelősségünk, hogy a történeti adatok mögött emlékezzünk az akkori emberi sorsokra, tragédiákra. A hivatásában és emberi mi voltában megalázott Mindszenty József hercegprímás meghúzoltatására. A Hugyagon géppisztoly sorozattal gyalázatos módon meggyilkolt Hadadi Rudolfra és Hargitai Jánosra. Hogy a börtönben a pribékek által napokon keresztül kínzott Balassa gyarmati magyar pára, akit halálra ítéltek, és aki éveken át szenvedett a börtönben, a Vitófa árnyékában. Vagy a brutálisan agyonvert Ábel Lajosra, vagy Wittner Máriára, akit a halálos ítéletet követő sok évi börtön után még az 1980-as években is próbáltak ellehetetleníteni. Vagy a mártírhalált halt Mansfeld Péterre. Vagy a salgótarjáni véres sortűz áldozataira, akikről a mai napig nem tudjuk, hogy mennyien is veszítették életüket a december 8-i sortűz következtében. Vagy a pesti srácokra, vagy a kivégzett és embertelen módon arccal lefelé összekötözött kezekkel eltemetett Nagy Imrére. Vagy a megannyi bebörtönzöttre, a közel 240 kivégzetre, a sok-sok ezer meghurcolt, egzisztenciálisan megnyomorított emberek sorsára, akik közül sokan még akkor sem mertek beszélni személyes tragédiájukról, amikor már lehetett volna a 90-es években. És sajnos már egyre kevesebben vannak közöttünk, akik személyesen is elmondhatnák saját történetüket,
a fiatalabb generációk számára. Ezért is felelősségünk, hogy a nemzeti emlékezet tovább őrizze 1956 dicsőségét és önfeláldozó hősiességét. Vincenti bíboros úr így beszélt a forradalomról 1956. november 3-i rádióbeszédében. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől. Ennek a ténynek valóságát maga a nép semmiféle illetéken előny érdekében nem engedi elcsavarni, kiaknázni. Tisztelt emlékezők, a ma embereként erőt kell, hogy merítsünk 1956-os emberi helytállásba. A hazaszeretetből, az önfeláldozó tenni akarásból, az elszántságból és az akkori összefogásból. Mert ma a helytállás, az összefogás a legfontosabb eszközök, hogy sikeresen tudjunk védekezni a láthatatlan vírus, a láthatatlan ellenséggel, a vírussal szemben. Köszönettel és hálával tartozunk a védekezésben dolgozó egészségügyieknek, rendvédelmi dolgozóknak, pedagógusoknak, otthonokban dolgozóknak, a hivatalokban és intézményekben dolgozóknak, akik nap mint nap végzik embert próbáló munkájukat. Ha szükség van arra az összefogásra, amelynek a lényege, vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk idősebb honfitársainkra, segítsük egymást szűkebb környezetünkben, a helyi közösségeinkben, hogy a bajt minél kisebb veszteséggel vészeljük át. Ebben is adjon erőt számunkra 1956-os tenni akarás és összefogás. És ahogy Bibó István írta 1956-ban, 1956-ról, a harcban az osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép. Megértő és csodálatos volt a felkelt nép, emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, melyet csupán a leigázó idegen hatalom ellen fordul. Fogadjuk meg az ő szavait, és merítsünk erőt 1956 lelkiségéből, tenni akarásából és az összefogásból. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen képviselő úrnak, folytatásban pedig Gottfried Lihent tiszteletes úr gondolatai következnek. Áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk. Néhány héttel ezelőtt itt a templomban az egyik istentiszteleten egy egyszerű szócskáról beszéltem, amely különösen fontos a mi életünkben. Most én nem azt a prédikációt szeretném elmondani, hanem egyszerűen csak szeretném tovább gondolni az ünnepfényében ezeket a szavakat, most az egy szót. Ez az a szó, amelyet a gyermek általában először tanul meg, az apa és az anya szavak után, és ez az a szó, amelyet általában az idős ember legutoljára elfelejt. Ez egy kötőszó, a de szócska, amely ellentétet, ellenállást fejez ki, egy akarattal való szembefordulást. Egy érdekes szó ez, amely megváltoztatja a mondatok előjelét is. A tagadó mondatból hirtelen kijelentő mondat lesz, vagy éppen fordítva, és bármit is mondunk a de szócska előtt, az a lényeg, amit igazából de szó után mondunk. Testvérek, hatalmas különbség van a között, amikor az ember mondja ki ezt a szót, és amikor az Isten mondja ki. Mind a ketten használjuk ezt a szócskát. Amikor mi az emberek mondjuk ki, akkor általában akaratunk, gondolataink szembefordulásáról, összecsapásáról szól a történet. Ebben csapnak össze a korosztályok, a mindenkori érdekek egymásnak feszülnek azért, mert mind a kettő kimondja azt, hogy igen, de. És benne van a határok átlépése is, általában még az Isten határainak az átlépése is. És azért, mert az ember próbál mindig
ennek a szónak a segítségével az Isten fölé kerülni, ha úgy tetszik megistenülni, de nem lehet, sohasem lehet. Erről szól az emberiség történelme. És mi történik akkor, amikor az Isten mondja ki ezt a rövid szócskát? Akkor ott van az élet benne mindig, a kegyelem, a szabadság szava. Az Isten de szava az mindenkor egy igenis, egy hangos igen az életre, egy győzelmi kiáltás. Az Isten leghangosabb szavai és mondatai általában mindig a de szócskával kezdődnek. Ebben ölt testet a kegyelem, ebben válik számunkra valóságossá és kézzelfoghatóvá az Isten szeretete. Amikor ott lenne az Isten világos és egyértelmű és teljesen jogos ítélete, és azzal szembe feszül az Isten de szava, az Isten kegyelmi szava. Ez a de szó hangzott el 2000 éve az első karácsonyon. Az Isten azt mondta, hogy de, én másképp gondoltam. Ez a de szó hangzik el akkor, amikor a tékozló fiú hazatér a disznók bájújától. Ez a de szó hangzik el akkor, amikor Pál apostol Damaszkuszi úton megtér és megváltozik az élete. És ez a de szó hangzik el az Isten felől a Golgotai kereszt fölött is. Ott a kegyelem, az Isten ítélő szava fölött az élet szava, a kegyelem szava. Ha az Isten mondja ki mindezt, akkor megnyílnak a vakok szemei, akkor megnyílnak a süketek fülei, akkor újjong a néma nyelve, akkor szökelni fog a sánta, akkor víz fakad a pusztában, és akkor tóvá lesz a déli báb. A testvérek, meg kell itt állnom egy percre azért, mert meg kell látnunk, hogy időnként az Isten megadja azt, hogy az emberi de és az isteni de szó egymással találkozik. Összecsendül, és valami csoda történik. Ez történik meg rendszeresen időnként a magyar történelemben is. Akkor, amikor az Isten de szava megszólal ebbe a történelembe, az ember erre rábólint, és valami csoda történik. Mi reformátusok azt mondjuk, hogy a történelem az az Istennek az általános kijelentése. Ha valaki tiszta szívvel szemléli a történelmet, akkor előbb-utóbb felismeri benne az Isten tolvonásait. Hát az Isten alkotja az életünket, a sorsunkat. És a magyar nép elmúlt 1000 évében ott találjuk mindig ezt a de szócskát, az örök de szavát a magyar nép életében. Mert mi a török óta, Trianon óta és 56 óta tudjuk azt, hogy mit jelent az Isten de szava. Hiszen minket megítéltek, minket feldaraboltak és minket megpróbáltak rontani. De mi élni akartunk. És mi élni akarunk. És a magyar történelmet csak ennek a szónak a világosságában tudjuk értelmezni jól. Az elmúlt 1000 évet is. De az Isten többet gondolt a magyar népről. És ezért nem tudta bennünket elpusztítani, ledarálni, beolvasztani. 1956 őszén az Isten és az emberi de szavak összecsendültek. És lett belőle máig ható múlt is. Amelyen ma illő megemlékezünk szép és illő rendben. Örök példává váltunk az egész világ számára, mert ott akkor lehullottak a félelem, a hazugság láncai és bilincsei. Az a forradalom egészen másfajta volt, mint a korábbi történelmek forradalmai. Ez az ünnep azért is különösen fontos a számunkra, mert néhány ember még mindig él közül, hogy ott voltak akkor az utcán. Református lelkészekről is tudunk, akik ott voltak akkor az utcán. És elmondják, hogy más volt ez a forradalom, mint korábban előtte bármelyik másik. Hiszen a harcevében betörtek a kirakatok az utcákon, a pesti utcákon, de senki nem ült abba bele. Nem volt rablás, mert ők érezték, hogy egy nemesebb célért vannak ott. Több református teológus is az életét adta a pesti utcákon. Nem harcolt, hanem mentette az embereket, az embertársaikat. Általában piros keresztes karszalagot hordtak, mentették az embereket, és így ért őket a halálos lövés. A budapesti teológiának az udvarán ma is van egy sírhely, egy megemlékezési hely, október 23-ára egy teológusnak a sírhelye, akit ott temettek el, mert ott esett el a Pesti utcán, amikor másokat próbált segíteni. Drága testvérek, illő ma is megállnunk és fölemelnünk a fejünket, emlékezni az Isten de szavára és az ember de szavára. Hogy valóban akkor csoda történik, hogy a kettő összecsendül. Persze ilyenkor ott van bennünk mindig a kérdés, és annak idején is sokszor elhangzott már az elmúlt években, hogyha van egy ilyen igaz ügy, egy ilyen tiszta forradalom, akkor hogy el tud bukni mégis? Ez a kérdés elhangzott 1957-ben a Pasaréti gyülekezetnek az egyik pincéjében,
ahol már akkor Jó Sándor vezetésével volt egy bibliaóra, egy ifjúsági bibliaóra, és az egyik fiatal, aki korábban kint volt az utcákon, föltette ezt a nagy kérdést, hogy ha valóban az Istentől megáldott igaz ügy volt ez, akkor miért buktunk el? És akkor az akkor sokat tapasztalt és nemes lelkű lelkipásztor annyit mondott, hogy az Úristen fölemelte a fazék tetejét, a fedőt, levette róla, megnézte, hogy megfőtte már a burgonya, és aztán visszatette a fedőt. Drága testvérek, az Isten még vár az életünk felett. És várja tőlünk azt újra és újra, hogy figyeljünk az isteni de szavakra, ezekre felfigyeljünk, és erre tudjunk mi is választ adni, tudjunk ebben mi is belesimulni a mi akaratunkkal, és ne az ellenállás vigye az életünket a negatív irányba, a lázadás felé, az Isten ígérete felé, hanem tudjunk igazi és jó válaszokat adni az Isten szavára, hogy teljes életet élhessünk itt a földi világban. Az Isten adjon számunkra mai napon is, és máskor is áldott emlékezést ezekre a napokra. Sose felejtjük el, hogy mit jelent az, amikor az isteni és az emberi de szavak összecsendülnek és csodát művelnek. Isten áldjon mindenkit! Köszönjük szépen tiszteletes úrnak, és végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megkérni Diósjani Nórét és Berkenye újonnan megválasztott plébánosát, Lackó Mihály atyát, hogy mondja gondolatait. Dicsértesség Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Képviselő, polgármester úr, ünneplők, emlékezők! Akik voltak a Szent Misén, azok hallhatták a mai evangélium részt, amelyben Jézus arról tanít, hogy milyen óriási különbség van a természet jelei és az idők jelei között. A természet jeleit megtanultuk értelmezni. Onnan fúj a szél, akkor ideg lesz, amonnan akkor meleg lesz. És ez biztonságot ad nekünk, közös bölcsesség van benne, az őseink hozták ezt létre, és hát rendszert ad a napjainknak is. És Jézus figyelmeztet az evangéliumban az idők jeleit. Miért nem vesszük mi észre? Mert az idők jelének a természete egészen más. Ahogyan szoktak ezt majd divatos kifejezéssel mondani, ahhoz ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Mert az idők jeleinek az a természete, hogy azok gyorsan változnak, hogy azok újak, hogy talán olykor egészen forradalmiak, mint ez volt 1956-ban. Amikor ők észrevették az idők jeleit, mertek az idők jeleire igent mondani, és mertek azért fölállni. Nem baj, azt gondolom, ha így is tudunk tekinteni a hőseinkre, olyan valakikre, akik mindig látták az idők jeleit. És talán ez egy példa lehet számunkra, hogy a mai idők jeleit mi is meg tudjuk látni, mi is tudjunk érte tenni, vagy ha nem, legalább ne akadályozzuk. És végezetül egy ima. Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, a te mondásod ez. Nagyobb szeretete senkinek nincs onnál, mint aki életet adja testvéreiért. Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat. Életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket keresztfölállod végtelen érdemében. Ámen. Köszönjük szépen! A folytatásban koszorúzás következik. Elsőként Diósjani község önkormányzata nevében polgármester úr fogja elhelyezni a koszorút. Megkérnénk valamilyen képviselő urat, hogy helyezze el a koszorúját. Diósjani Fidesz nevében Lukács Józsefné és Kis Ibolya fogja elhelyezni a koszorúját.
református egyház nevében tiszteletesülőt szeretném megkérni arra, hogy érzel a kicsit. Végül a katolikus egyház nevében Lackó Mihály atyát kérnék meg a koszorú elhelyezésére. Köszönjük szépen mindenkinek a megjelenést, a részvételt, és az ünnepség végén közösen énekeljük el a szózatot.